Tanévzáró két hatodik kerületi általános iskolába. Megkezdődött a terézvárosi napközistábor. Dunabogdányban nyaraltak a vörösmartisok. 25 éve avatták pappá Zoltán atyát. Az őrségbe kirándulnak a terézvárosi iskolák pedagógusa. Zárva lesz a hatodik kerületi polgármesteri hivatal. Kerékpár regisztráció a Hunyadi téren. Karácsony előtt a palota per ügyében ítéletet hirdet a bíróság. Múzeumok éjszakája Terézvárosban is. Rózsika néni 100 éves lett. Vilma néni 95 esztendős. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műsora a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A vakáció előtt egy nappal tanévzáró ünnepséget rendeztek a 6. kerületi két tannyelvű és az Erkel Ferenc általános iskolában. Ekkor kapták meg a nebulók a bizonyítványokat is. Hát sziasztok, utolsó nap most itt a nyári szünet előtt, és bizonyítványosztás. Igen, én már egy kicsit izgulok, mondjuk nem tudom, hogy min, mert valószínűleg egy kitűnő leszek, és ennek nagyon örülök. Beszélgettünk a riport elején, és elmondtad, hogy már első osztály óta kitűnő. Igen, már végig alsóban is kitűnő voltam. És hogy sikerül ez a szinten tartás? Hát igen, most nehezebb volt így ötödikben, mert új tanárok voltak, és meg kellett szoknunk az elején, és mindenki egy kicsit szerintem egyensúlyozott a létrán az elején. Milyen nyelvet tanul? Angol. Hogy érzed magad itt a két tannyelvűben? Köszönöm szépen, nagyon jól. Szerintem az osztálytársaim is jók, a tanárok is. Főleg úgy, hogy így a legjobb tanárokat akarták a szüleim. Te milyen nyelvet tanul? Én németet. Mesélj nekem, hogy mi volt a legerősebb tantárgy? A legerősebb tantárgy számomra a testnevelés volt először, utána átjött a magyar, úgyhogy, és így a legkönnyebb az lett a matek. Meg lehet kérdezni, hogy milyen lesz a bizi? Szerintem 4-es. Hát ez most még a jó kategória, de gondolom azért meghajtod magad, és jövőre jobb lesz. Igen, szerintem is. Legalábbis remélhető. A terézvárosi két tannyelvű általános iskolában ma csöngetnek utoljára, illetve tanévzáróval. Igen, néhány perc múlva kezdődik a tanévzáró ünnepségünk ebben a szörnyű nagy melegben. Próbáljuk is majd ezt rövidre fogni, és végre elkezdődhet a nyári szünet. Mielőtt a gyerekek elmennének, természetesen átadjuk nekik a jól megérdemelt jutalmakat, a kiváló tanulóknak, a közösségért sokat tevékenykedőknek, sőt, még azokat a szülőket is szeretnénk egy oklevéllel jutalmazni, akik nagyon sokat dolgoztak az iskoláért ebben az évben. Nagyon szép tanévet zárunk a két tannyelvű általános iskolában. Köszönöm szépen mindenkinek, kollégáimnak, a gyerekeknek és a szülőknek is az egész éves munkájukat, a szép közös munkát, és nagyon jó pihenést és szép nyarat kívánok! Schön a Sommerferien. Mi az, ami segít, hogy te nem is el? Barátom, a válasz nem segített. Milyen a 10 perc, a 10 perc. Itt tudok szüge, óra jöjjön. Csak is a 10 perc, a 10 perc. Unalom és szívon közt. A diát csak is erre vár. Csőben a 10 perc,
tanévzáró van. Ilyenkor tudjátok meg, hogy hogy értékeltek benneteket a tanárok, és esetleg kitüntetések, elismerések átadása következik. Milyen volt az idei tanév? Hát elég fárasztó volt, mert jó sokat kellett tanulni, de jó volt. Mi volt a legjobb? Melyik tantárgyat szeretted a legjobban? Hát a testnevelést. És? Hát, irodalom. Nálatok mi a helyzet 7. osztályban, hiszen most már ti lesztek a legnagyobbak itt az Erkelben. Hát nekünk is nehéz volt, mert ugye most jöttek be ezek a nehéz tantárgyak, és hát elég nehéz volt az is, azok is. Mik voltak a nehéz tantárgyak? Fizika, biológia, kémia, töri, meg matek is volt szerintem. Azt hiszem, a gyermekek ezt az egyetlen egy napot várják igazán egész évben. Tanévzáró van az Erkel Ferenc Általános Iskolában. Azt gondolom, hogy nem csak a gyerekek várják egész évben ezt a napot, de a pedagógusok is, hiszen kellően elfáradtunk mostanra. Bezárjuk az évet, a 2015-16-os tanévnek immáron vége van. Megtudják a gyermekek, hogy ebben a tanévben milyen eredményeket sikerült elérniük, már aki eddig még nem tudja. Kiderül az is, hogy kik azok a legjobb tanulóink, akik akár nevelőtestületi dicséretben is részesülhetnek a tanévben nyújtott kimagasló munkájukért. Elhangoznak azok a nevek is, akik 8 év alatt a legjobb teljesítményt nyújtották, őket szokásos módon az Erkel plakettel, illetve a gyűrűvel jutalmazzuk. Erkel gyűrűt a 8. évfolyamosaink tudnak kapni, akik 8 éven keresztül kitűnő bizonyítványjal zártak, és olyan közösségi munkát végeztek, ami erre okot ad. De ezen kívül a kiváló sportolók is sorra kerülnek, és megkapják az érmeiket névre szólóan, és minden olyan gyermekneve elhangzik itt az udvaron, aki valamiben kimagasló teljesítményt nyújtott. Sok kellemes pillanat után egy még kellemesebb bejelentés következik a gyermekeknek. Igen, ezennel a 2015-16-os tanévet bezárom. Az első héten csaknem 170 gyermek kezdte meg a napközis táborozást. Csak úgy, mint minden esztendőben, az idén is a Terézvárosi Derkovics Gyula általános iskolában. Ilyen nagy létszám esetén 8 szakcsoportba osztják be a diákokat, akik a szakfoglalkozáson kívül minden héten érdekes, változatos programokon vehetnek részt. A tábor ideje alatt ellátogatnak a fővárosi állatkert és növénykertbe, illetve sportolásra is van lehetőség, ugyanis július végéig rendelkezésükre áll a Bajza utcai tanuszoda, illetve görkorcsolyázhatnak is hetente kétszer. Az első héten 70 gyerek játszott a Minipolisban, és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Múzeumban tárlatvezetésen vettek részt. Az 5-ös 10 nem csak a tábor költségeit finanszírozza, hanem színház és mozi előadást is szerveznek a gyerkőcöknek.
Hát sziasztok! Tegnap még a két tannyelvű általános iskolában tanévzáró volt, és meg lehet kérdezni, milyen volt a bizi? Én kaptam dicséretet matekból, meg tesiből, a többi meg úgy emlékszem 4-es. Hát nekem jó lett, de mondjuk nem olyan jó, mint a baj. Lehetne jobb is, ugye? Hát de még van idő, még javítunk majd jövőre. De hát most meg már itt vagyunk a napközis táborban. Most hová mentek éppen? Most éppen megyünk az állatkertbe. És mi a kedvenc állatod? Nekem a kutya. Hát akkor most neked is a kérdés, hogy melyik állatot szereted a legjobban? Hát igazából mindegyik állatot szeretem, de hát szeretem a kígyókat. Az elmúlt héten még tanítás volt a Derkós Zsira általános iskolában, pénteken volt a ballagás, most pedig már javában zajlik a Terézvárosi nyári napközis tábor. Igen, hétfőn kezdtük a napot, 174 gyerek jött először táborba, ebből 165-en meg is jelentek. 8 szakcsoportunk van, elég kevés kollégával, de azért álljuk a sarat, tombol a nyár, hőség van, de igyekszünk a gyerekeknek megfelelő programokat biztosítani. Ha már az állatkertet említettük, ugye már több külső program is volt, és itt bent jelenleg a kézműves foglalkozás zajlik. Igen, minden szakcsoportnak minden nap van egy szakfoglalkozása. Itt a kézművesek dolgoznak, kint a sportolók játszanak nagy tornaterembe, zenés tornások a kis tornatermünket használják, és hamarosan megérkeznek a görkorcsolyások. Az 5-10-ben pedig ma színházi előadáson vettek részt a gyermekek. Igen, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztak, az egész tábor jelen volt ezen az előadáson, ez az egyik legnépszerűbb előadás, Matyi a Ludas címmel. Úgy jöttek vissza a gyerekek, hogy nagyon tetszett nekik. Kézműves foglalkozással mit csináltok éppen? Hát most éppen egy karkötőt csinálunk. Különféle gyöngyökből és különféle színekből. Meg szoktunk másmilyeket is csinálni. Nem csak egyformát csinálunk. Mindenki más-más csinál. Uh-huh. És karkötőn kívül? Gumiból is csinálunk karkötőt. Aha. És most csak a karkötő a feladat, de lehet nyakláncot is éppen? Hát lehet nyakláncot is. Igen, lehet nyakláncot is. A volt színházi előadás, hogy éreztétek magatokat? Mit láttatok? Hát egy előadást láttunk, és nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És mi volt az előadás címe? Ludas Matyi. Ismertétek azt a mesét? Hát én kiskoromban láttam, de hát most előugrott. Uh-huh. Már nagyon zajlik itt a nyári vakáció. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Mert nagyon jó idő van, és lehet görkorcsolyázni, és itt vagyunk a szabadban. Uh-huh. És az a jó benne, hogy lehet vele gyorsan száguldani meg, sokat játszhatunk vele. Uh-huh. Tehát itt a görkorcsolyáról beszélünk, de neked már olyan jól megy, te már tanultad ezt valahol? Igen, én mindig kiszoktam járni az utcára görkorcsolyázni, és ott szoktam anyával tanulni. Uh-huh. A Terézvárosi Önkormányzat Dunabogdányi üdülője egész évben számos programot kínált a kerületi iskolák diákjainak a kikapcsolódásra.
Ezúttal a Vörösmarty Mihály Általános Iskola gyermekei pihenhettek néhány napot a tanévzáró után. Kirándultak, számháborúztak, boboztak, és sportversenyeken is kipróbálhatták ügyességüket. Esténként volt bingó és lufitánc, illetve a táborozó csoport a fontos foci meccseket is megnézte. Sok fürdés, kenuzás, majd drótkötélpálya mászás és fagylalt délután zárta az izgalmas tábori napokat. A mai önkormányzati percek vendége lesz Léder Éva, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Dunabogdányi táborvezetője. Horváth Zoltán atyát, az avilai nagyszentterész templom kadonok plébánusát 25 évvel ezelőtt szentelték pappá Esztergomban. A hálaadó ezüstmisét június 18-án tartották. Mindent, amit teszünk, Isten kedvére tesszük, mondta köszöntőjében Zoltán atya. Az ezüstmisés plébánossal együtt ünnepeltek püspökök, kanonokok, szemináriumi évfolyamtársak, a Terézvárosi intézmények vezetői, az önkormányzat képviseletében pedig Hassai Zsófia polgármester és Pap László alpolgármester. Az ezüstmisén felolvasták Ferenc pápa üzenetét is, amelyben áldását küldte Zoltán atyára. Az önkormányzati percek vendége lesz Horváth Zoltán, az avilai nagyszentterész templom kanonok plévánusa. A tanév végi kicsöngetés nem csak a gyermekeknek, hanem a tanároknak is a szünidő kezdetét jelenti. Terézváros iskoláiban a múlt héten befejeződött a tanítás, így a pedagógusok is megkezdhették jól megérdemelt pihenésüket. Ez alkalomból a terézvárosi pedagógusok az Őrségbe utaztak környezetvédelmi kirándulásra, stábunk pedig rögzítette az indulás pillanatait. A kirándulás élményeiről, tapasztalatairól a július 4-i önkormányzati percekben Matokanovics Lídia környezetvédelmi és civil tanácsnok számol be. Környezetvédelmi tanácsnokként minden évben próbálok egy kirándulást szervezni a kerületi pedagógusoknak, óvónőknek, terepgyakorlat néven, ami kifejezetten a környezeti neveléssel foglalkozik, kifejezetten olyan tájakra visszük el a pedagógusokat, ahol új dolgokat ismerhetnek meg, amiket aztán beépíthetnek a saját óráikba. Óráik anyagába, vagy dönthetnek úgy, hogyha elviszik az osztályaikat kirándulni, akkor oda viszik és bemutatják nekik is az itt megismert dolgokat. Az eddigi évekhez hasonlóan itt is egy rendkívül színes és változatos programnak ígérkezik, amit szerveztünk. Az idén az Őrség és Göcsei vidékére megyünk, ami úgy önmagában is nagyon szép, de hát mi ugye kicsit más szemmel fogjuk ezt megtekinteni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikeres lesz, és hogy utána is sok jóról tudok beszámolni. A 6. kerületi önkormányzat tájékoztatja Terézváros lakosságát, hogy június 27-én, hétfőn, technikai okok miatt, július 1-én, pénteken pedig a köztisztviselői nap miatt zárva tart a polgármesteri hivatal. Szombaton délelőtt nagy forgalom volt a Hunyadi téren. Többen kétkerekű járgányaikat is kihozták, a foci pályán ugyanis a rendőrség és a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány, azaz a TEKA munkatársai várták a kerékpár regisztrációra a jelentkezőket. Ezúttal a futball EB jegyében a gyerekeknek kapura rúgó versenyt is szerveztek. Aki jól célzott, ajándékot is kapott a tekásoktól. A kerékpár regisztráció a bűnmegelőzést szolgálja. A tulajdonos kitölt egy adatlapot, amelynek alapján a rendőrök matricát helyeznek el a biciklire, valamint UV festékkel több helyen is sorszámot pecsételnek rá.
Így, ha a két kerekűt ellopják, a sorszám szerint tudják azonosítani. A továbbiakban is minden szerdán 16 és 20 óra, valamint minden szombaton 9 és 12 óra között a rendőrség Hunyadi téri körzeti megbízotti irodájába várják az érdeklődőket. A regisztráció továbbra is díjtalan. Terézváros közelennyiért közbiztonságáért közalapítvány idén is, mint minden évben kitelepül a Hunyadi téri sportpályára. A kerékpáros regisztrációt népszerűsítendő, a rendőrséggel együttműködve. Az Európa bajnok lázra hajazva idén nem a Kressz pályánkat, hanem egy mobil focikaput hoztunk ki, amire felraktunk egy gyakorlóhálót. Az a feladata a gyerekeknek, hogy ötből legalább egyszer belerúgják a kapuba, és hogyha berúgták, kitöltenek egy sorsjegyet, nyerhetnek egy kerékpárt, egy focilabdát, illetve egy ilyen szurkolói sálat. És nagy népszerűsége van a bónusz ajándéknak. Igen, a tévé közvetítésekből jól látható arcfestéket adunk mindenkinek, aki sikeresen berúgta a labdát a hálóba. Egy ilyen piros-fehér-zöld arcfestéket, ezzel is szeretnénk buzdítani, hogy mindenki szurkoljon a magyar csapatnak, hajrá magyarok! 6. kerületi rendőrkapitányság és a TEKA közös regisztráció, a kerékpár regisztrációja volt itt a Hunyadi téren. Mik a tapasztalatok? Hát most már a kerékpár regisztrációnak a vége felé járunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres volt. 20 kerékpárt sikerült beregisztrálni a mai napon, és azt vettük észre, hogy ez a szám ez egyre csak növekszik, folyamatos a regisztráció. Minden szerdán és szombaton van regisztráció itt a Hunyadi téren a körzeti megbízotti irodában. Minden alkalommal, akik megjelennek, azokat szívesen beregisztrálunk. Természetesen ez a regisztráció továbbra is ingyenes, és bárkit szeretettel várunk rá. Közel egy éve kezdődött el a kerékpárregisztráció, és ez innen a 6. kerületből indult. Azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres, ugyanis azóta, amióta elkezdtük a regisztrációt, 440 kerékpárt regisztráltunk be, és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kerékpárlopások száma az csökkent a kerületben, illetve most már több kerület is átvette magát a regisztrációt, egyre népszerűbb, és Budapest szerte csökkennek a kerékpárlopások. Így azt mondhatom, hogy preventív jelleggel, illetve bűnügyi felderítettségi jelleggel is sokat tudunk elérni ezzel a kerékpárregisztrációval. Dr. Turán Zsolt bíróság által kirendelt igazságügyi ingatlan szakértő meghallgatásával folytatódott június 23-án a fővárosi törvényszéken az a büntetőper, amelyben két nagyértékű Andrássy úti ingatlan versenyeztetés nélkül piaci érték alatti áron történő eladása kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntettével vádolja az ügyészség a Terézvárosi képviselőtestület volt MSZP-s és SZDSZ-es képviselőit. Az első fokon 2015. decemberre óta folyó perben több mint 700 millió forintost kárt okozó hűtlenkezelés miatt emelt vádat az ügyészség a volt helyi politikusok ellen. A következő tárgyalást szeptember 22-én tartják. Szeptember 26-án kerül sor az ügyészi párbeszédre, október 13-án, 18-án és 20-án a sértetti párbeszéd és a védők párbeszédei következnek. Tóth Erzsébet bíró bejelentette, hogy még karácsony előtt kihirdeti az ítéletet. A büntetőper részleteitről a www.terézváros.hu oldalon olvashatnak. A múzeumok éjszakájának központi helyszíne az idén Kecskemét volt, ahol tavaly több mint 60 ezer látogatót regisztráltak. A Hősök, Újítók, Felfedezők című rendezvénysorozat az ország 400 intézményében mintegy 2200 programmal várta a látogatókat. Budapesten 14., vidéken pedig 12. alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyet minden esztendőben a leghosszabb naphoz, Szent Ivánhoz közeleső szombaton tartanak. Thank you.
múzeumok éjszakáján Terézvárosban is számos lehetősége volt az érdeklődőknek, hogy a hosszúra nyúlt nyitvatartási időben válogathassanak a kerületi múzeumok kínálatából. Stábunk a Liszt Ferenc Múzeumban, a Képzőművészeti Egyetemen és a hozzátartozó Epreskertben, a Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeumban, valamint az Ötvös Tízben és a Terrorházában és a Posta Múzeumban készített hangulatképeket. A Múzeumok Éjszakája programsorozatot számos egyetem, könyvtár és galéria kínálata színesítette. A Képzőművészeti Egyetemen lehetőség volt betekinteni a hallgatók alkotásaiba a diákpiacon. A látogatók kipróbálhatták, milyen is a képzős élet. A Barcsai Terem kiállításán a grafika tanszék diplomázó képgrafikusainak munkáiból ismerkedhettek meg a grafika műfajának 21. századi kihívásaival. Barangolás építészettel, művészettel és anekdotákkal volt a címe annak a tárlatvezetésnek, amely a Patinás Andrássy úti épületben a mintegy 150 éves akadémia legizgalmasabb történeteivel, művészekről és művészetről szólt. Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeumban is számos látnivaló akad, amelyet ezen a hosszúra nyúlt estén is megtekinthettek az érdeklődők. Többek között egy pálinka történeti kiállításon is részt vehettek. A 2008-ban létrehozott Magyar Adózástörténeti Gyűjtemény Dobutcában található kiállítása három kiállítóteremben ad átfogó képet Magyarország adózásának történetéről. Hasonlóan a vámhoz, az adózás is egyidős országunk történelmével. A múzeum gyűjteményében Európában is egyedülálló anyag gyűlt össze, amely azonban a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült. A megmaradt tárgyak hosszú évekig dobozokba csomagolva várakoztak, míg végül 1995-ben újra állandó testület történeti kiállítás nyílhatott a Munkácsy utcai késő szecessziós stílusú Schifferben.
Az 5-ös-10 közösségi és kulturális szintérben is színes programokkal készültek az érdeklődőknek. A Spiritus Workshop, azaz Szilágyi János grafikus és festőművész által szervezett amatőr alkotókör a színtér megnyitása óta rendszeresen itt tartja foglalkozásait. Ezen az éjszakán interaktív programokkal készültek, rögtönzött mobil műhely kiállítással, monotípia készítéssel, amit az alkotó haza is vihetett, és a szakkör alkotó technikáinak bemutatása is érdekes programnak kínálkozott. Este az énekes utazást Európa és a világ körül dallamokban hozták el a színtérbe a Bajza Hangkör kórus tagjai. Terrorháza múzeumban szokás szerint este 6-tól hajnali 2-ig várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. A látogatók az 1956-os emlékév alkalmából állandó kiállításuk mellett megtekinthették az 1956 a szabadságért és a függetlenségért című szabadtéri tárlatot, valamint olyan ritkán bemutatott dokumentumfilmekkel is találkozhattak, mint a Puskás Ferenc életét bemutató Játsszunk nyugodtan, vagy az 56-os fiatalok sorsát elmesélő Pesti srácok című alkotások. A látogatókat egy különleges történelmi totóval is várták. A múzeum állandó kiállítása 4 szinten tekinthető meg. A második emeletről egészen a pince szintig termeken, folyosókon, labirintuson és szobákon követhették végig Magyarország véres megszállásának történetét. A múzeumok éjszakáján a Benczúr utcában a Posta Múzeumban is 3 helyszínen 18 órától hajnali 2-ig várták a látogatókat változatos programokkal. Volt grafológiai gyorselemzés a helyszínen, kézzel írt levelek alapján grafológus szakemberek mondták el, milyen személyiségjegyekről árulkodik kézírásunk. A kreatív műhelyben kipróbálhatták, milyen régi eszközökkel írni, hogyan lehetett levelet feladni egy 80 éves hivatalban, láthattak régi levélszekrényeket, postasípot, és még a posta kürtöt is meg lehetett szólaltatni. Este a Rockmúzeum band koncertje hozta meg a nosztalgikus hangulatot, ahol a 60-as évek instrumentális zenével kedveskedtek az ellátogatóknak.
Hassai Zsófi a Terézváros polgármestere köszöntötte fel 100. születésnapján kerületünk lakóját, Csabai Antalnét. Rózsika néni nagy örömmel fogadta a polgármestert a Nagymező utcai otthonában. Hassai Zsófia nem először találkozott a kerület szépkorú lakójával, akit ezúttal virágcsokorral, tortával ajándékozott meg, és átadta Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi köszöntőlevelét is. Rózsika néni elárulta, hogy bár sokat dolgozott egész életében, mindig igyekezett vigyázni az egészségére. Alkoholt nem ivott, nem dohányzott, viszont szeret jókat enni, még a hamburger és a pizza is kedvencei közé tartozik. Mostanában leginkább olvasással tölti idejét, és mindig örül, ha meglátogatja őt unokája, Tímea. Isten éltesse az ünnepeltet! Egy korához képest igen jó erőnek, egészségnek örvendő idős hölgyet köszöntött fel 95. születésnapján Papp László alpolgármester. Fekecs Jánosné, Vilma néni a Vörösmarty utcában lakik. Egyedül él, patyolat tiszta, ízlésesen berendezett lakás az otthona, sőt, az ő bejárata előtt valóságos, virágos kertet alakított ki. Gyönyörű piros muskátliai az egész ház hangulatát meghatározzák. Vilma néni 72 éves koráig dolgozott a vendéglátásban, a Volga szállóban. Küzdelmes élete volt, mondja. 10 évig tartó házasságából nem született gyermeke. Unokahúga rendszeresen látogatja és mindennel ellátja, amire szüksége van. Az idős asszony szívesen elbeszélgetett az alpolgármesterrel a régi időkről és a mostani hétköznapi gondokról, és igen nagy örömmel fogadta az ajándékokat, valamint Hassai Zsófia polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi köszöntőlevelét. Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepeltet. A Térzene, Zene Tér sorozat június 25-én délelőtt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében a Sóskúti Ifjúsági Zenekar szórakoztatta a Hunyadi téri közönséget. A kánikula ellenére sokan időztek a zenepavilonnál. Ezúttal sem maradhatott el a kicsiket foglalkoztató kézműveskedés, ez alkalommal a nyári hangulathoz illő karkötő csodákat készíthették a gyermekek a játékvár óvoda pedagógusai segítségével. A Sóskúti Ifjúsági Zenekar 1994-ben Román Ferenc és felesége Eszter segítségével alakult meg. Az azóta eltelt több mint 20 évben a zenekar bejárta Magyarország szinte minden táját, és megfordult Európa számos országában is. Fejlődésük töretlenségét mutatja, hogy a szakmai minősítéseken is kiváló eredményeket értek el. Így elnyerték többször is a Magyar Fúvós Zenei Szövetség arany és kiemelt arany diplomáját. Koncertjeiken komoly és könnyű zenei művek átiratait, valamint kortárs zeneszerzők fúvós darabjait is bemutatták. Ezúttal pedig szlovák hagyományőrző fúvós zenével szórakoztatták el a Hunyadi térre kilátogató zenekedvelőket. Hát nem panaszkodhatunk, gyönyörűen süt a nap, abszolút koncertidő van itt a Hunyadi téren. Hát igen, ez egy csodálatos dolog, el is mondtam a bevezetőben, hogy ez kifejezetten térzene, zenetér céljára hozták így létre, gyönyörű környezet, emelkedettséget jelent ez a nézőnek is, meg a szereplőnek is. A mi önkormányzatunk 98-ban alakult, és mi követjük a terézvárosi önkormányzat életét tulajdonképpen, és valahogy itt a Hunyadi téren sok minden összpontosul, és ennek nagyon örültünk, hogy ez így végre gyönyörű szép lett a Hunyadi tér is, és ez a program ezt kifejezetten így találták ki. Néhány finomítás kéne még, szellőt nem tudunk megrendelni mindig, de valami árnyékolási lehetőséget ki lehetne találni. A Térzene, Zene Tér következő koncertje ezúttal július 2-ától már szombaton esténként 18 órakor kezdődik a Hunyadi téren. A Terézvárosi programajánló vendége lesz Majsai Gábor, előadó művész.
Kocsi mátyja spinna, venna icski háj, husz icski háj, napszereni háj. Gyakorlatilag pekni, köszönjük szépen. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokásos időben a jövő héten ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!